Eredeti több mint 100 éves oszlopok tartják az új munkásszállót Faddon. A településen ünnepélyes keretek között adták át a 2020 áprilisában indult projektet. Én azt gondolom, hogy egy polgármesternek egy ilyen kis településen, mint Fadd, mindig nagy öröm, hogyha egy új vállalkozás érkezik a településre, és ez a vállalkozás nyilván gazdaságilag is pozitív irányba hat majd a településre, hiszen nyilván bevételt jelent a településnek direktbe vagy átvitt értelembe. Ez mellett munkahelyet is teremt nyilván. És az meg még külön úgy mondhatom boldogság egy polgármesternek, hogyha ez a vállalkozás úgy érkezik a településre, hogy egy nagyon leromlott műszaki állapotú épület együttes megvásárol, és ezt felújítja. Ennek vagyunk most itt a szemtanúi, én azt gondolom tényleg egy nagyon igényes, gyönyörű szép épület együttest láthatunk itt, és hát reményeink szerint ez majd hamarosan meg is fog telni élettel. Gratulálok a tulajdonosoknak, és mint polgármester is köszönjük a segítséget a magyar államnak, a támogatást ehhez a felújításhoz, és hát kívánom a tulajdonos úrnak, hogy sokáig teltházzal működjön az épület, és hosszú távon tudják ezt az épületet jól, jó színvonalon és eredményesen működtetni, mert a településünknek is nyilván ez az érdeke. Természetesen már beszéltem Móré úrral, hogy amiben én, mint polgármester tudok neki segíteni, illetve a hivatalunk abban természetesen mindenben számíthat, és remélem, hogy egy hosszú távú együttműködés fog kialakulni a tulajdonosokkal is. A projekt összesen 424 millió forintból valósult meg, amelynek 70%-át a magyar állam támogatta. A munkálatok során az 1300 négyzetméter alapterületű, egykori dohánybeváltó épületből alakítottak ki egy modern, kétszintes létesítményt, amelyben 78 szoba, illetve egy közel 350 négyzetméteres ebédlő található meg. Tudnánk használni az ide érkező kivitelezők elhelyezésére. Ebből beletartozott a kalocsai laktanya is. Nagy dologon tulajdonképpen majdnem egy négy hasonló méretű, négy egységből álló épület együttes van. Ott is szép kialakításra van lehetőség, de sajnos a mi kitartásunk, meg elkötelezettségünk nem eredménye az, hogy eredményezte azt, mint itt, amit eredményezett, de meg tudtuk volna kezdeni azoknak a épületeknek a fölújítását, hogy meg tudtuk volna szerezni hozzá a fel. Annak külön örülök, hogy ugye Bak Tibor barátunk, aki korábban nálunk dolgozott a minisztériumban, mégiscsak fölhajtott olyan vállalkozót és olyan hátteret, vagy hitet beleraktak ebbe az épületbe, ami azt eredményezte, hogy itt lehetünk, és ez bizonyítja azt is, hogy a többi épületet se szabad veszendőbe hagynunk, hogy azt a szándékot, amit akkor elkezdtünk, az be kellene fejezni. Ugye el lehet helyezni az ide érkezőket konténer szálláson is, de az a környezet, ami akár egy laktanyába, sportolásra, kulturálódásra lehetőséget ad, vagy itt is ez a parkos, ligetes rész, és ugye beszéltünk, hogy ki lehet itt egészíteni, vagy konyhával, vagy közösségi térrel, amikor a ide érkező munkásoknak pihenésre is szükségük van, és ezt kultúrát keretek közt kell megoldani. Ezek a terek mind lehetőséget adnak ahhoz képest, mint ha lerakom konténert, egy betonozott vagy térkövezett udvarra, és akkor se fa, semmi nincs. Süli János Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy ha teljes üzemben megkezdődik Pakson a két új reaktorblokk építése, több ezren dolgoznak majd ott, és a szakembereknek kell a szállás. 15-ben mi már ezeket az épületeket megnéztük, nem csak ezt, hanem Kalocsán is, és Nagydorogon is. Nagydorogon egy ugyanilyen dohány begyűjtő hely, csak négy épület együttes alkotja azt a területet, az jóval nagyobb, és a munkások, ugye 10 000 tulajdonképpen kivitelező munkás lesz csúcsidőbe, ezeknek az elhelyezését is meg kell oldani, és úgy szeretnénk megoldani egyik, hogy azért kultúrát formába, hogy a szabad idejüket is el tudják tölteni, lehetőleg ne 10 000 ember egy csomóban legyen, mert a csodákra képes, és akkor így néztük meg ezeket a vidéki épületeket, és örülök neki, hogy ez megvalósult.
ez magával hozhatja, hogy el tudjuk hitetni mások is, hogy ez egy jó út, hogy a magyar építészet, ez ugye ipari építészet, de akkor is szép épületek voltak, mert a régi fotókon is ugye ez látszik, hogy megadtuk a módját, hogy valahogy akkor is, hogy szépek legyenek, kinézzenek, és akkor ezek, ha meg tudnak maradni, ez nagyon fontos. Amikor a jövőben csökken a kereslet a szállás iránt, más célra is tudják majd hasznosítani az épületet. Mindent úgy gondoltuk, hogy több célú hasznosítás, hisz ha elmegy innen a 10 000 ember a régióból, mert az üzemeltetéshez nem kell annyi, azoknak viszont végleges lakást kell építeni, azzal is foglalkoztunk, az egy 1500 lakás a régióban, amit majd meg kell csinálni, tehát akkor ez több célú hasznosítás, ezek idős otthonok, vagy bármilyen egyéb kollégiumok, vagy bármilyen lehetnének. Ugye itt alapvetően FAT vonatkozásában ez egy idős, emelt szintű idős otthon lehet hosszú távon, hisz a szobák is kétszemélyes szobák lettek kialakítva, tévével, hűtővel, mindennel, úgy közösségi térrel, és majd a vállalkozóval beszéltünk, hosszú távon még, ugye ha munkások vannak, akkor lehet valami tekepályát, konyhát megépíteni, tehát még vannak elképzelések, de akkor teljesen van, aki hazajön a munkavégzésből, nem is kell kitenni a lábát, mert tulajdonképpen minden szolgáltatás majd igénybe tud venni. Ezek kell akkor itt egy kis bolt is, de ez mind része ezeknek az elképzeléseknek. Az esemény zárásaként a résztvevők bejárhatták a faddi munkásszállót.